Sziasztok! Néhány napja kinyitottak a strandok Florida egyes részein, egyes megyéiben, úgyhogy most keresünk egy olyan helyet, ahol tudnánk így két hónap után egy picit strandolni, bár az időjárás bolondozik velünk, mert amióta elindultunk, már kétszer is esett az eső, de nem adjuk fel. Most pontosan jó. Most jutanám megint. Szóval. Bukaraton fölött vagyunk Highland Ridge-nél, és haladunk észak felé. Próbáljuk megtalálni azt a helyet, ahol a legideálisabb strandolni, de ahogy eddig láttuk, eléggé kevesen vannak. Ahogy eddig látunk, pontosan, hogy tetszik nekünk van a tenger, ez a sima, mint egy tányér. Szóval nincsenek nagy hullámok. Tehát ahhoz képest, hogy tényleg egy picit esősebb, felhősebb, vagy hát legalábbis ilyen változékony és füllett az idő, de az óceán vize az jónak tűnik. Fok körüli hőmérséklet van, és mivel gyakran esik az eső, nagyon füllett, párás az idő. Úgyhogy olyan jó lesne most, hogyha tényleg megmártózhatnánk az óceánban. De ezt most kiírták, hogy mindenki csak saját felelősségére teheti. Hát ez azt jelenti, hogy nincs vízimentő például. Be kell tartani a 6 feet, vagyis majdnem 2 méter távolságot, hogyha vannak mások is a parton. Amúgy is nagyon kell tengerezni, mert ez úgy gondolom, hogy ez a legjobb fertőtlenítő. Amikor a szemben megy... A sós víz. A sós víz. Amikor bemész egy sós víz, ez akkor tényleg mindenki jön. A taknyos, minden. Ha van valami, akkor tényleg tiszta kijönsz. Szóval... Meg a lelkednek is jót tesz a bezártság után. Itt már lehet parkolni itt az óceánparton, már megengedik. Ebből azért látszik, hogy hányan jöttek le. Nem csak mi, nem? Ez már egy üresen így. Ez a mi helyünk, igen. Derry Beach-en vagyunk, de hogyha egy picit tovább mentünk volna északabbra, a következő város az már Boynton Beach, és ott ingyenes az óceánpartnál megállni. Itt viszont még van parkolóóra kirakva, de így legalább akkor megmutatom nektek, hogy hogy működik a fizetés. Szóval kártyával fizettél, de lehet ugye készpénzzel is, és... $1.50 dollár per óra. Szóval majdnem $2 egy óra. És rögtön itt a lejárónál látjátok, itt a tábla, amin figyelmeztetnek, hogy mit lehet és mit nem. Azt mondja, hogy sétálni, futni és úszni lehet. Ezt a lámpát itt a parkolónál most azért mutatom nektek, hogy lássátok, úgy van beállítva, hogy lefelé világítson. Hogy a madarak. Van? Hogy a madarak ne szédüljenek el. Ne szédüljenek el a madarak. Ezt meg a teknősök miatt is, mert hogy most van a teknős tojásrakó szezon. Igen, mert ők a holdat, a baba teknősök a holdat arra fele mennek, és ha ezt látják, akkor arra fele. A teknősök mikor kikelnek a tojásból, és elindulnak a, elindulnának felé. Az óceán felé, A hold felé. A holdat nézik, az nekik a tájékozódási pont, és az utcai lámpák, meg a kocsiknak a lámpái meg tudnák őket zavarni, és ezért építik úgy őket, hogy lefelé világítsanak. Ez jól vagy jó, nem? Pontosan. Nagyon jó. Vannak kifejezetten olyan strandszakaszok, ahová kutyával lehet menni, ez nem olyan, ez a rész itt. Szerencsére nem olyan forró a homok. Ó, itt úgy látszik, hogy van vízimentő, ez jó. Hát itt könnyű lesz betartani a 6 feet, vagyis 2 méter távolságot. Egy-két ember van lent. Megyünk.
több emberek vannak. De ez így jó, hogy üres. De nekem jó. Amikor az óceánhoz jövünk, akkor mindig csinálok tonhalas szendvicseket, és itt reggelizünk. Finom. Vannak snorkelezők, meg ott paddleboardos. A vízimentő lány az már többször sípolt, mert ott valaki nagyon hátul van, hárman is nagyon hátra mentek. Már majdnem a bóján túl vannak. Itt sípolt nekik, szólt nekik, hogy jöjjenek vissza, de nem nagyon hallgatnak rá. Úgyhogy felpattant a járgányára, és úgy ment a vízhez. Reggeli után megmártózunk a vízben. Pont most elment a nap, de mindjárt visszajön. Megmutatom nektek itt a parton a teknős fészkeket, amik így körbe vannak kerítve ilyen narancssárga szalaggal. Márciustól október végéig rakják a teknősök a tojásokat. Este 9 után kijönnek a partra az óceánból, és hajnalig ásnak a homokban, és rejtik el a tojásokat. Ami nekem nagyon meglepő volt, hogy az Egyesült Államokban a teknős fészkek nagyjából 90%-a itt található Floridában. Nagyon komoly szabályok vannak, nem szabad zavarni a teknősöket fészekrakás közben, megbolygatni azokat a helyeket, ahova már lerakták a tojásokat, ezért is van ugye körbekerítve. És aki egyébként megbolygatja a helyüket, az akár $500 nagyobb pénzbüntetést kaphat, sőt, börtönbe is kerülhet. A teknősök általában 3 fészket csinálnak ez alatt a pár hónap alatt, és minden egyes fészekbe úgy 100-200 tojást raknak. Ugye ezek ilyen golflabda nagyságú tojások. Tehát kijön az óceánból, itt feljön egyébként, lehet látni a nyomaikat reggelente. Egy nagy mély gödröt ásnak, hogy ugye biztonságban legyenek a tojások. Aztán itt jönnek más állatok, és akkor abból táplálkoznak. És hát ez így soknak tűnik, hogy 100-200 tojást leraknak egy ilyen helyre, de az az igazság, hogy 1000 kis teknősből általában egy az, amelyik megéli a felnőtt kort. Amikor kikelnek a tojásból, akkor ilyen 5 centisek, kis picikék, és akkor itt elindulnak az óceán felé. A másik, amire nagyon kell ilyenkor figyelni, hogy fénnyel ne zavarjuk az állatokat, mert a hold segít nekik, amikor kikelnek a tojásból, hogy megtalálják az óceánt, az a tájékozódási pontjuk, és hogyha túl sok fény van a parton vagy a part közelében, az megzavarhatja őket, ellenkező irányban indulhatnak el. Ezért vannak azok a speciális utcai lámpák, amiket már mutattunk. Az óceánparti ingatlanok lakóit pedig arra kérik, hogy használjanak sötétítőt, redőnyt az ablakokon. Ez nagyon jellemző Floridára, hogy így bejön egy sötét, szürke felhő, 10 percig esik az eső, és utána gyönyörűen süt a nap. A vihar miatt nem lesz hidegebb, csak egy ilyen kis frissítő eső. Annyira akarok húzni, annyira jól néz. Egy egész pelikán család jön. Ilyen sok kagyló van.
Most, hogy indul a nyár, egyre forróbb lesz az idő, elviselhetetlenül forró, és olyankor a víz is nagyon felmelegszik, jobban algásodik, több a baci benne, és vannak bizony olyan időszakok, amikor nem lehet strandolni, pont emiatt. Szerintem nem a legjobb időszak a júniustól augusztusig tartó a nyári. Tudom, hogy otthon Európában akkor van szünet, és akkor lehet idejönni leginkább, de nagyon nagy forróság van már olyankor, kirándulni ugye nehezebb, és a víz sem ilyen szép tiszta, és hűvös, és jó leső. És ami még fontos, hogy ilyenkor van a hurrikán szezon egészen szeptember végéig, októberig. Abból is a felmelegedés miatt évről évre egyre több várható. Ahogy kisüt a nap, egyből megváltozik a színe is, ilyen smaragdzöld lesz. Látjátok, gyönyörű tiszta. Sokan kérdeztétek, hogy mi a legideálisabb. Szerintem az október, november, december. Ha ide terveztek jönni. És persze a március, április, május, de ugye ez most kiesett a vírus miatt. Igen, végre kisütött a nap, most már én is bemegyek a vízbe. Nagyon jó, nagyon szép. Na, megtisztultál? Nagyon jó. Nincs jobban, mint ez. És a fenekemen ülök. Annyira alacsony a víz. Sokan csak sétálni jönnek le, és maszk van rajtuk. Eleredt az eső, úgyhogy muszáj visszamenni az autóhoz. De garantálom, hogy 10 perc múlva meg már megint sütni fog a nap. Csak ilyenkor villámveszély van, úgyhogy nem lehet kint lenni a parton, vagy legalábbis nem ajánlott. És ahogy elindulunk, egyből vége az esőnek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! 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 Sziasztok!